A hagyományoktól eltérően idén augusztus 20-án tartották Miskolc ünnepi közgyűlését. A díjátadó ünnepség eredetileg május 11-én lett volna. A koronavírus járvány azonban közbeszólt és el kellett halasztani. A nemzeti ünnepen tartott díszközgyűlésen 39 díjat adtak át. Ez a nap azért is különleges, mert hosszú hónapok óta most tarthatunk először olyan nagyobb rendezvény, amelyen, még ha bizonyos szabályok betartása mellett is, de ismét közösen, együtt ünnepelve vehetünk részt. Idén a hagyományoktól eltérően az államalapítás ünnepén tartották Miskolc ünnepi közgyűlését, a kialakult járványhelyzet miatt májusban a városnapján nem tudták biztonságosan megszervezni a közgyűlést, ezért halasztották el. A városi díjakat ezúttal is a Miskolci Nemzeti Színházban adták át. Miskolc város díszpolgára kitüntető címet adományoz dr. Dobos Lászlónak. Miskolc aranykönyvébe két újabb díszpolgár neve került, egyikük Dobos László, aki évtizedekig volt a Miskolci Gyermekváros igazgatója. Munkássága során sokat tett az elesettekért, jelenleg pedig az idős emberekért dolgozik. Én talán ennek örülök a legjobban, hogy Miskolc város vezetése gondol egy olyan emberre, egy olyan szakmai területre, ami nem mutatós. Mi csak csináljuk a magunk dolgokat, és egyszerűen az embereknek egy élhetést, egy jobb élhetést, egy minőségi életet próbálunk különböző eszközökkel biztosítani. Díszpolgári címet kapott Hevesi Attila is, aki Miskolc természetföldrajzának egyik legjelentősebb kutatója. Kezdetekben középiskolai tanárként dolgozott Miskolcon, később a Miskolci Egyetem földrajztanszékének vezetője lett. A kezdetektől Miskolcon érezte otthon magát. Nekem a bükk már korábban is nagyon fontos volt, de a másik dolog, hogy amikor elkezdtem tanítani, akkor még nagyon fiatal voltam. Azok között, akiket tanítottam, rengeteg barátom lett. A díszpolgári kitüntetések mellett átadtak többek között proúrbe, tudományos, közéleti, irodalmi, zenei, építészeti, jogi, pedagógiai és sportolója és névú díjakat is. Összesen 39-en kaptak kitüntetést.